A Stopini barlang az Zlatibor hegy észak-keleti részében fekszik, felette húzódik az Užice-Szirogojno közötti út. Užicétől 30 kilométerre, csak néhány kilométerre van a Belgrád-Podgorica közötti főút. Az első feljegyzés a szerb földtani társulatban múlt év kezdetétől létezik, azonban az első cseh barlangászok különleges búvár felszerelésüknek köszönhetőleg 1984-ben megállapították, hogy a föld alatt folyosók és termek vannak 2 kilométer hosszúságban. A barlang felülete körülbelül 8 négyzetkilométer, magassága egyes helyeken eléri az 50 métert. Benne folyik a Trnavszki patak, amely jelentős mértékben kihat az éghajlatra. A Stopini barlang különbözik a szerbiai barlangok többségétől, mert benne a hőmérséklet a külvilág éghajlatától függ, így nyáron benne meleg van, télen pedig hideg. A barlangba látványos bejáraton keresztül jutunk, melynek magassága 40 méter, szélessége 18. Mészkőben van 711 méterrel a tengerszintje felett, a mészkő vastagsága több mint 100 méter. Az egyik helyen a sok víz hatására igazi vízesés keletkezett, melynek magassága 9,5 méter, amiért ez a barlang egyedülálló az országban. A barlangászok a barlangot 5 egységre osztották, melyeket kinézésük miatt világos termeknek nevezték el. Az idegenforgalmi rész nem gazdag díszítményekben, de ez a barlang mindenki számára emlékezetes marad, látványos bejárata és egyes helyeken lévő nyitott teteje, de mindenek előtt vízesése miatt.